Na szóval itt beállítottuk a menüket, és most már a weboldalon is így látszik, hogy ugye itt van automatizált online rendszer, ha arra rákattintunk, akkor itt van ez a tartalom, amit ide beraktunk. Itt egyből le is lehet tesztelni, hogy jól működik a feliratkozó link, itt akármelyikre kattintunk, csatlakozz és próbáld ki. Itt van ugye a te neved, hogy ide hozzá tudnak regisztrálni. Jó. Itt még van egy almenü is. Ugye itt mondtam, hogy van itt erről is egy videó. Itt meg lehet nézni egy 13 perces videót. Itt is van egy ilyen csatlakozási link. Ugye vágj bele. Ez is jó. Itt a te neved van. Oké. Okay. Akkor itt van az itt kezd el. Tulajdonképpen most vissza tudjuk írni azt a rendes címet, hogy tett pénzkereső családtaggá a számítógéped. Na így most kifér bőven, hogy jaj, ez fordítva van, az ott van alatta, ez meg itt van felette. Á, akkor viszont egyszerű a dolog, megcseréljük. Ezt tesszük felülre, ezt a tett pénzkereső családtaggá a számítógéped, és az itt kezd elt behúzzuk ide alá. És akkor megint csak elmentjük. És ha itt csinálunk egy frissítést, akkor most már ott van, ugye. Tehát automatizált online rendszer, ott még van alatta egy másik menü, itt tett pénzkereső családtaggal számítógéped, és ugye az itt kezd el. Itt még itt halványak a színek, ezeken lehet majd állítani. És viszont ami még hiányzik, ugye az én oldalamon is van, hogy egy ilyen rólam, hogy mondjam, igen, bemutatkozom. Erről akkor majd nektek is kell írni, tehát magatokról, vagy nem tudom, a másik weboldalon van-e, akkor onnan át tudjuk másolni. Betettünk egy fényképet ide nektek, meg itt beírni egy szöveget, és akkor itt ez egy ilyen bemutatkozó. Meg itt van a home, tehát ugye, hogyha valaki mondjuk rákattint, itt a home az mindig a főmenü, tehát itt minden ez a kezdő menü. Itt is, hát itt is majd, itt nem is csak, itt nem én mutatkozok be, hanem itt magát az oldalt mutatom be, hogy ugye miről is szól ez az oldal. Pár szóba. Akkor még ezeket is meg lehet úgy csinálni, hogy ugye most visszamegyünk a ti rendszeretekbe. Megint csak az oldalakra visszamegyünk, és létrehozunk két új oldalt, ami az egyiknek azt a címet adjuk, hogy rólam. Most üresen marad a tartalom, tehát most ugye még nincs, vagy meg elő kell halászni, vagy megírjátok, hogy mit szeretnétek. De közzéteszem, így még egyelőre üresen, hogy magát a menüt tudjuk oda berakni. És létrehozok egy olyat is, hogy még egy új oldal. Ezt lehet akár home-nak elnevezni, vagy lehet magyarul, hogy kezdőlap. Kezdőlapnak is elnevezni. Ezt is most még egyelőre üresen hagyom. Tehát ide, bár ide már be tudjuk másolni az enyémnek a tartalmát, legfennebb az én, tehát ennek a tartalmát, az én, ezt a videót kivesszük innen, és akkor marad csak a szöveg, és átírjuk a nevet. Azt meg tudjuk csinálni. Viszont akkor meg kell keressem én is itt az oldalaknál azt az oldalt, ami nálam a home oldal. Ez itt lesz valahol a H betűnél. Ezt lehet, hogy nem úgy hívják, hogy home. Itt van, ha szeretné változtatni egészségeden, jó helyen jár. Csak kívülről látszik így home-nak, de viszont más a neve. Egy kicsit figurás. Hát ezt akkor neked is így csináljuk. Itt nem a kezdőlap lesz a neve, hanem az a cím. Ezeken még mind lehet változtatni, hogyha esetleg, amikor már tudjátok kezelni az oldalt és szeretnétek, de egyelőre jó lesz ez így. Másolás. És itt megint visszatesszük a textbe.
Jó, vizuális. A videót azért törlöm ki, mert ugye ott az van, én mondom el, hogy üdvözöllek a honlapomon, tehát ugye az az én honlapomon, oké, okay, de a tieteken akkor maradjon csak a szöveg. Akkor ide megint beírjuk a te nevedet. Hoppá, megint két ember. Szimen László nő vagyok, hát ez a szöveg akár maradhat is, ez egy ilyen sablon szöveg. Ilyen marketinges szöveg. Itt ezek nincsenek nektek, ezeket itt ki is lehet akkor terülni. Annyit maradhat, hogy látsz számodra megoldást, akkor keres az alábbi elérhetőségeken, és hát ugye ezt már egyszer bemásolt, beírtam neked valahova. Hova is írtuk be, azt hiszem ide. Nem. Csak azért el kell megint beírni, inkább én előkeresem még egyszer az oldalon, és akkor innen kimásoljuk. Itt sincs. Pedig valahova beírtuk már egyszer neked. De mindjárt lehet ennyi idő alatt már be lehetett volna írni, meg itt keresgélem. Nem lehet, hanem akkor majd itt beírjuk. Na, most lelassult a gép is. Ja, igen, itt van. Akkor itt ezt az egészet másoljuk. Így, ahogy van, azt a Facebookos képet is. Másolás. És kitöröljük az enyémet. Deal. Nyomunk egy Enter-t, egy CTRV-vel tudjuk ide betenni. Előugrott a sor elejére, de nem baj, ne lehet szerkeszteni. Bejelöljük, és itt rányomunk erre, hogy akkor így középre teszi be az egészet. A fényképet viszont nem tette be, de itt van a Facebooknak, itt is itt van a feliratkozója. Na de hát akkor egyúttal megmutatom, hogy a fényképet hogy lehet berakni ide, akkor az is egy külön művészet. Hoppá, most rákatintottam a fényképre, és át is vitt. Ja. Tehát itt a fényképet úgy tudjuk innen kimenteni, hogy képmentése másként, rákatintok oda, és beteszem ide magamnak a download mappák közé, és oda lementem. Visszamegyünk a weboldalra. Ide szeretnénk azt a fényképet berakni. És van itt egy olyan, hogy média hozzáadása. Ha megnézzük a médiatárt, nektek még nincs semmilyen fénykép. Tehát az a weboldal hátterébe lehet feltölteni fényképeket, mert csak így lehet berakni a weboldalra. Ezért itt a fáj kiválasztásánál, ugye itt van ez a fénykép, ide tettem most. Feltöltöttem ide a galériába, és insert to page, tehát hozzáadjuk az oldalhoz, és berakta ide az oldalra. Itt van. Esetleg egy picit húzhatjuk kisebbre, így jó, és akkor ugye az kell, hogy emögé is betenni a Facebook linkjét, amit megtalálunk itt. Rákattintunk ide, akkor itt ez a Facebook, kimásoljuk, és betesszük a fénykép mögé. Beillesztés, frissítés. Na, akkor még ez is megvan, tehát ha szeretnél változtatni, blablabla oldal is megvan, tehát akkor megint csak frissítünk. Visszamegyünk a menükhez, és akkor mindjárt végeztünk is magával az oldallal. Menük. Jó. Most az előbb ugye, amit létrehoztunk, abból négyet ide beraktunk, de most berakjuk még azt a kettőt is, amit most hoztunk létre. Az egyik a rólam volt, a másik pedig, igen, ez a hosszú, hogy ha szeretnéd változtatni egészségeden, jó helyen jársz, hát hozzáadjuk a menühez. Viszont
Ezt, hogy szeretnél változtatni, ez egy nagyon hosszú cím, ez nem fog elférni itt a weboldalon, ebbe a sorba. Ezért átírjuk a címét. Itt ugye megvan ez a hosszú egész navigációs címke, úgy hívják ennek a címét. Kitörlöm az egészet, és odaírom, hogy kezdőlap. Oké. Visszacsukom. És akkor ezt feltesszük a legtetejére, hogy ez legyen legelül. Kezdőlap ide felhúzzuk legfelül. És akkor a menü mentése. És akkor is megnézzük. Itt csinálunk egy frissítést. Látjátok, itt van. Ide beugrott a kezdőlap, ha erre rákattintok. Akkor itt... pillanat még tölti. Mindjárt megjelenik ez a kezdőlap, amit itt az előbb ugye létrehoztunk. Ez még a kairoszos. Na igen, itt van. Ide esetleg majd egy fényképet betehetsz magadról, vagy akár ide a rólamnál. Most a rólamnál, ha ide kattintok, ott üres, ugye? Na, hát ide kell írni valamit. Úgyhogy nagyjából az oldal ennyi. Neked ennyi. Igen, nekem ennyi. Meg hát most azért mondtam el ezt így, mert ugye... De van, aki már annyira ért a számítógéphez, hogy ez szerint a videó szerint meg fogja tudni csinálni, legalábbis remélem. Ti is belejöztök, mert többször fogjátok látni. És most még nem is kell nektek egyelőre még foglalkozni vele, még nincs teljesen kész. Még egy beállítást fogok csinálni, és akkor ebben a videóban ez elég lesz, hogy ne legyen túl hosszú videó. Visszajövünk ide a megjelenésnél a kosztumhoz. Most olyan, hogy tapasztalatok, nem lesz meg benne, vagy a de benne lesz, csak még az én oldalamon sincs. Ja, jó. És előbb az én oldalamra megcsinálom, már akkor onnan látod, ilyen könnyen tudom átmásolni, mert most, hogyha mondjuk a Bibliből kellene átmásoljam, akkor egyenként kellene minden videót. Ide is, meg az én oldalamra is, tehát az csomó plusz munka lenne. Előbb megcsinálom az én oldalamon, hogy legyenek ott a tapasztalatok, azt holnap meg fogom csinálni, és akkor utána ide átmásolni, az már 2 perc. Na, most itt van egy olyan, hogy static front page, ez nagyon fontos, hogy ide beteszünk egy oldalt, tehát hogyha a látogató mondjuk ide kattint erre a címre, most mutatom, hogy miért kell ez, hogy ide kattint valaki erre a címre, akkor ugye felhoz egy angol szöveget, ami nekünk nem kell. De hogyha ezt a static page, itt kiválasztom, hogy például melyik legyen, ez a hosszú, ugye, amit betettünk volt kezdőlapnak, arra vigye, és ezt elmentem, tehát kezdőlapnak ugye most ez, ha szeretné változtatni, az itt a címe, ezt elmentettem, és ha most valaki most kattint rá arra, hogy keres pénzt a számítógéped, vagy keresen pénzt a számítógéped, akkor már a magyar tartalom jött fel, ami ugye a kezdőlap. Tehát mondjuk, ha barangol az ember, itt rákattint ide, rákattint oda, de egyszer rákattint ide is mondjuk valami miatt, azt hiszi, az is egy valami tartalom, akkor visszaugrik ide a kezdőlapra. És akkor kezdheti előről, vagy akkor nem egy angol szöveget kap. Na, ennyi. Most utána még lesznek itt feladatok. Ugye a hírleveleket kell nektek berakni, az egy külön történet, és ha már megvannak a hírlevelek, ugye itt még ide oldalra kell elhelyezni ilyen hírlevél feliratkozókat. Hogy valaki itt barangol az oldaladon, és akkor itt van, hogy keres pénzt a számítógépeddel, tudj meg többet, vagy iratkozz fel a hírlevelekre, és akkor itt fel tud iratkozni. Ezek mutatom az én oldalamon, tehát ugye ezek a menük. Tehát itt nekem ugye van az ASZIA-ra egy feliratkozási lehetőség, 2 is, ez van a Kairoszra, itt van a gerinckezelésre, vagy tanfolyamra, itt meg magára erre a rendszerre, de ilyeneket fogunk behelyezni, de ilyeneket addig felesleges behelyezni, amíg még ugye nincsenek hírlevelek.
Úgyhogy a következő művelet az az lesz, hogy hírleveleket fogunk berakni a weboldalra, és létrehozunk ilyen hírlevél feliratkozókat. Úgyhogy akkor ennyi mostanra. Ki is kapcsolom a felvételt, úgyhogy ez a weboldal szerkesztésnek az első része volt.